Hello. Ah, <laughs> De egyszerre lettünk itt. Honnan tudtad, hogy itt vagyok? Tök véletlen. Én csak ide jövök erre, erre itt társaság van. Oh, hát hogy szóval milyen társaság? <laughs> milyen Várjál már velem. Ki van még itt? <laughs> Én itt vagyok. Ti kik ki vagytok? Nincs? Ti kik vagytok? Szálljatok ki a vonalamból. <laughs> Mint a bizottságban. Az, az NDK mosógép, a levehető sajtajú. Az, az, hogy megjöttem már. Megjött, megjött, <laughs> megjött, igen. Kik, kik, kik ezek az emberek? De kik, kik ezek úristen, az emberek? Úristen, úristen, úristen! <laughs> Annyira jó, hogy végre lehet levegőt kapni. A jó kis eső. Aha. Az faszaság volt, igen. Mert eddig hol vetted Charlie Pult alatt? Is. Kétszer. <laughs> Csak novisz, Annyira jó, jó hogy lehet, tudod, ez a. És újra van Simpson SB50-es motor. Nem mondod, Jézusom! <laughs> a pörögjünk, mert. Ilyen gazdaság. Pörögjünk, 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 mert dolgoznom pörögjünk. is kell majd. <laughs> Mi történt a birka farmon? Ú, gyerekek, úgy gyerekek, úgy gyerekek, majdnem sírtam, képzeljétek el. Hétfőn reggel kiültem a kedvenc kisboltom kis kiülősére, fogtam a kis kávémat, kezembe az e-cigaretta, kavargatom a kávét, pittyeg a telefonom. Ting, 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 tod, Facebook üzenet. Hát ne tudj, ki írt rám, na ki, na ki, na ki. KMG. Bizony, bizony. Oh, 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 oh. Ötesöm a lottón. No, ne már. Nem. Ki a KMG? Nem tudom, valami Gábor. Ja nem, 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 nem KMG. Orbán Viktor. Jaj, Lackó, Lackó Attila jelentkezett oh, be a istenem. messzi távolból. Üdvözöl mindenkit egyébként, jól vannak, és három nap alatt elszívták a, a, a százas a podcast százmilliós likvidet. Úgy kezdte a Lackó, hogy, hogy Inkvi ezt üzeni, bazd meg, és a tekerése... A... A vattája kazánba. Tehát így gondolom azért fejenként 50-50 tehát azért nem, nem, nem volt a vatt az a hófehér. Ezeknek a hallott habutálas... semmi nem jó, nem érted? Semmi nem jó. Semmi nem jó. Semmi nem nem jó érted. Azt még problémáznak itt, hogy koszos lesz a tekeré. Lehet, hogy már tök dzsuvás volt előtte is. Szerintem. Uh, <coughs> szerintem is. És uh, jó vannak, uh, úgyhogy uh, Inkvi üdvözöl mindenkit. Kis kifli, nagy kifli. Kis kifli, nagy kifli. Hát, de szóval, na, jó, jó esett, hogy így bejelentkezett, meg, meg megemlékezett rólunk. Kitartás, azt mondja, és majd egyszer csak hazaérnek illetve ez volt a kép alatt pontosan, Inkvi sokat gondol rád, néha emleget, és ott van a tekerés a, a cucsba. Úgyhogy azt írtam nekik, hogy legyetek rosszak, élvezétek egymás társaságát, mi is gondolunk rátok, <laughs> és remélem, hogy emlegettek minket. Mert Ennyi. Én, igen, nekem is írt, és mondta, hogy várjál, azt meg kell keressem, mert autentikkel visszaadni a dolgot, csak annyi, annyi cset van már itt, ez nem az sem, sem. Ah, oh, meg megvan. Igen, igen, Hollandba mennek, igen. Ja, igen. Hát én elmondom, hogy az első két percben nem vettem észre, hogy túl hangos volt a fülesem, úgyhogy egy kicsit bezizgett a mikrofonba, de most már korrigáltam. Zseniál vagy. Küldetek képet, ahogy Inkvi a teherautók kormánynál dripper tölt, és az volt a komment piros lámpánál, dripper tölt, ezt mesélj még. Aztán, ja igen, utána egy kézzel vezet és menőzik, mert ecigizik közbe. Aztán... Nekem úgy írta egyébként ezt a jubileumi történetet, hogy kérdeztem, hogy kóstolta a jubileumi likvidet? Azt mondja, még nem vitt rá a tüdőnk. Ja, utána megmondta, hogy mi ez, sokáig eláll a szar is. Hogy a többit azt hol írta, azt nem tudom. Azt gondolom a születésnapod alkalmából. I ja, igen, igen, vén buzi vagyok. Már majdnem, majdnem túl életem első felén. Na és Krisztián veled? Puh, nekem rendkívül üres az agyam ma fejeztem be ugye a fordítást a tudósoknak, amiről majd később szót ejtünk, úgyhogy teljesen le van radírozva az agyam, percek óta azon gondolkozom, hogy mi történt velem. Végig játszottam egy rövid, de nagyon aranyos indie számítógépes játékot tranzistor címmel, úgyhogy én azt nominálnám is majd a kultúra rovadba. Elképesztően jól, jól összerakott és nagyon bájos kis szórakoztató játék volt. Ezen kívül meg görkorcsolyázni voltam múlt héten nagyon nagyival, akinek bakancslistás tétel a görkorcsolyázás elsajátítása, és én, mint hétpróbás görkorcsolyás, elmentem. Mit őzök itt össze-vissza? Teljesen le van olvadva az agyam. Elmentem vele egy ilyen kis gyors talpalós oktatásra a hősök terére, úgyhogy ez történt velem. És megtanult a nagyi görkorizni? Nem ilyen gyors a folyamat, nem ilyen gyors a folyamat, tartani kell benne a lelket, mert azonnal azonnali eredményeket szeretne, ami nyilván nem így megy, de de nagyon lelkesen csinálja. Zseniál. De ezt már múlt héten is elmondtad, tehát akkor nektek ez már rendszeres program. Én van. mondom, hogy le van olvadva az agyam, tehát. Összefolynak a hetek is. Abszolút. Na jó van, nem kérdeztétek, de én elmondom, hogy mi történt velem a héten megöregedtem, megöregettem, vagy öregebb lettem. Min oh, Isten éltessem. Mindenkinek Bár ez úton Isten éltessem. is. éltessem. Köszönöm. Igen, bármelyik felekezett. Az összes, az összes. Igen, igen. Loki, a Thor és a Valhalla összes ö, istene. Úgyhogy ez volt aztán, aztán az igazi elhajlás az majd most szombaton lesz, de keményen, szerintem még előtte a Facebook jelszavam is megváltoztatom, nehogy véletlen valamit ki tudjak posztolni. Aztán... át van kialakulóban valami kis egészségügyi probléma, de, de ezt, ezt majd, ezt majd egy következő adásban, tényleg Ő nem. nem, hogy fingani nincs időm, arra nincs időm, hogy elmenjek orvoshoz, tehát majd kiderül, nem tudom. Mi a szent szar van? Úgyhogy ez van, és nagyon szépen köszönöm egyébként a, a meglepetésemre Blacky kirakott egy egy nagyon ötletes kis ecigiből és egy szád gyertyából álló kompozíciót a Párásított Podcast csoportban, és természetesen valami flitteres pink háttérrel, mert úgy az igazi. Ö, Ezúton is köszönöm szépen neki, meg mindenkinek, aki aki megemlékezett. Vagy itt vagy ott, vagy amott erről a. Konkrétan én verset írtam neked. Hát az, ugye, az a nem gyenge kategória. Nem, nem is tudom, hogy az adás kompatibilis-e egyébként, de, de. De, de az. Nincs de... olyan karika. Igen. Fölolvasom azért. A mennyei szirének szopkodják fényesre a farkad, az összes buzi felett legyen hatalmad. Aranyozzák be maláj kurvák a napod, így kívánok neked boldog születésnapot. Hát ez teljesen családbarát vagyok. Ez az írói szabadság fokna. Igen, igen. És alatt igen. a Ted Maci dobálja a puszit nekem. Nem tudom, melyiktől ijedjek meg jobban a versdő vagy Ted Macitó. Úgyhogy ez történt, és aztán már megint abba a fázisba kezdek kerülni, hogy annyi-annyi hogy gondolat van a fejemben a, az elkövetkezendő hónapokkal kapcsolatban, hogy egyre nehezebben alszom, nem tudom kikapcsolni az agyam, és dolgozik, 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 de ezt majd az adás megfelelő pontján majd majd kifejtjük. Meg aztán én is majd közbeszúrunk. Jaj, még az történt velem, hogy ezt eltanultam a nagyoktól. Úgyhogy bele is csaphatunk, akár mit szóltok hozzá. Csapjunk bele. Csapjunk. Hó, ezt én követtem el, és semmi köze nincsen a gőzöléshez, csak a science fictionhez és a jediséghez. Egy nagyon érdekes kis cikket olvastam kampány indult Ausztráliába az ügyben, hogy a, a helyi e, népesség számlálás során legyen szíves, senki ne írja azt magáról, hogy ő Jedi, mert ez mindenféle előre nem látható problémákat okoz Ausztrália szempontjából. Ugye az Egyesült Államokban angol száz nyelvterületeken divat a, a számlálás alkalmával ilyen vicces dolgokat beírni, mint például, hogy ők jedik. És e, arra hívják föl a figyelmet, hogy a nem e, át általánosan elfogadott vallást ír be valaki, akkor a népesség számlálás kiértékelése során nem abba a kategóriába fog kerülni, hogy nem vallásos, hanem az egyéb nem meghatározott vallás kategóriába fog bekerülni, és ebből kifolyólag a végén eltorzulnak az arányok, hogy milyen arányban oszlanak meg a vallásos, illetve a nem vallásos tömegek a népességeken belül, és az hosszú távon befolyásolhatja teljesen fals irányba a jogszabályalkotást, mindenféle hasonló dolgot, úgyhogy ami elsőre viccesnek tűnik, hogy valaki azt mondja magáról, hogy Jedi, az bizony nem látható, előre nem látható kellemetlen következményeket okozhat az egész lakosság számára. Úgyhogy aki jedi, ne legyen jedi. Micsoda problémák, ilyen nálunk is volt az előző választási, vagy az előző szavazásnál egyébként, hogy x hogy a jedi párt tagja vagy. <laughs> tehát ez tényleg ezek a first word problémák, tehát <laughs> Na mindegy, nem is tudok e ehhez mit hozzáfűzni, ezt így tudomásul vettem, Én nem fogom akkor beikzelni, ha ausztráliai őslakos lakos leszek, hogy Jedi vagyok. Van ennél sokkal fontosabb bejegyzésed is egyébként. Fontosabb és komolyabb bejegyzés is van, igen. Ugye augusztus 8-a volt a napja, amikor az Egyesült Államokba érvénybe lépett az FDA általi elektromos cigaretta szabályozás, és hát mély depresszióba taszajtotta az elektromos cigaretta közösség tagjait, fogyasztótól a, a, a boltosig egyaránt. Hát ugye ott olyan dolgok jöttek, hogy most stoppot nyomtak, és új termékek nem kerülhetnek a piacra, új ízesítésű likvidek, új likvidek, semmi nem kerülhet a piacra, csak ami már jelenleg addig is megvolt, meg hát az összes többi, amiről már korábban beszéltünk, az irgalmatlan e, e, pénzügyi terhek, e, rettenetes hamulatban De Krisztián, nekem olyan dejavún van. Nekem olyan deja vu van. Igen, igen, igen. Egyébként, nem véletlenül. Bocsánat, hogy közben kotyogok, de az Instagramon pont ezzel kapcsolatban találtam egy posztot a vape Porn nak az IG csatornáján. Egy természetesen nagyszakállas fiatal ember ül kint a bolt előtt egy bár széken. <kül> gőzöl, és a kezében van egy tábla, azt mondja, hogy az Amfer FDA reguláció miatt én többet nem segíthetek neked a dohányzásról való leszokásban, nem ajánlhatok neked új eszközöket, nem vagyok többet alkalmazott ebben a shopban. Ha egyéb kérdésed van, tedd fel és tényleg és ott is ö, ö, egyre több ilyen ö, posztot látok, hogy ö, hogy azok, a, azok az alkalmazottak, azok a, az ottani vépsoppos dolgozók ö, ugyanilyen ö, képeket posztokat ö, teggelnek, hogy hogy ezzel a regulációval nem csak, nem csak szabályozzák az ellikvid, az eszköz és egyéb piacokat, hanem az ő megélhetésüket is veszélybe sodorják. De látjátok, nem csak nálunk. Csak ők nem tudnak elmenni Szlovákiába mondjuk dolgozni. Igen. Vagy Németországba. Ezeknek a plakátoknak van egy másik olvasata is, most nincsen előttem, de én az egyik ilyet olvasva azt vettem le, hogy a srác, aki nem dolgozik a boltba, beült, és azért van ott, mert a bolt és a bolt alkalmazottai mostantól már nem tanácsolhatnak, és nem mondhatnak, meg nem csinálhatnak semmi ilyesmit, de ő ott van, aki egy egyszerű állampolgár, és ő azért van ott, hogy tőle nyugodtan lehet kérdezni, mert ő elmondhatja a véleményét és a tanácsait. Mennyire faramúci abszurd kreténség már ez az egész. És itt van a következő, és pont ö, a címeddel megegyező maga a bejegyzésen a kép is, tehát ez az augusztus 8-ai szabályozás ö, azt mondja, hogy nincsen több ingyen termék a nincsen több ingyenes ö, tekerés, segítségnyújtás, ö, nincs több ö, nincs több támogatás, nincs több ö, olyan, hogy megveszel valamit, és majd az eladó neked segít beüzemelni és, és a helyes használatra betanítani. Elképesztő. Botrány. Na. <kül> Jó, hát ö, szomorú tény, hogy most sajnos Európa járt, meg leginkább mi járunk ebben elől, de. De ott most megvan a Critical mass és, és hát ha most akkor onnan így tudod így a, a tengerpartra fölcsap a hullám, aztán vissza, és akkor majd a visszacsapó hullámból hát ha mi is érzünk valamit. Hát remélem. Az nyilvánvaló, hogy a végén mi fogunk nyerni, de ezek a kis bizbasz csaták, ezek, ezek nyilvánvalóan eleve rossz helyzetből indulunk mi mint elektromos szigaretta a közösség azokhoz képest, akik már ott vannak benn egy ajtóval arrébb a, a a döntéshozóktól, meg a jogszabályalkotóktól, de ezekkel a kellemetlen fejleményekkel még messze nincsen vége ennek a történetnek. Történet, 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 ez már rég hangzott -e? Na meg, hogy ez bennünket is felőről, és majd egy adott pontnál ezt kifejtem, hogy miért őről fel bennünket, legalábbis engem már a dolog és akkor, hogy ne neked kelljen megköszönni, én fölvezetem, hogy te megköszönöd mindenkinek a segítségét, mert hogy ma... Ma csinnadratta és egyebek, hörömpő cirkusz világszám, hosszas masszírozás után elkészült a végleges verziója az angolra lefordított kutyaszarosan vállalhatatlanul rossz nefi és korányi és ANTS -e. Elektromos cigaretta jelentésnek, benne szépen berakosgatva a megfelelő helyekre az Egyesület és Blackie gyűjtése a valódi e, tudományos bizonyítékokat illetően, és ha már ez így elkészült, akkor rögtön körbe is küldtem huszon pár ö, elismert ö, nemzetközi elektromos szigaretta terén ö, ügyködő tudósnak, szakértőnek, akadémikusnak, és már válaszok is érkeztek egyébként, úgyhogy szeretném megköszönni név szerint is Balog Dávidnak, Kárászi Csabának, Márfi Krisztiánnak, Molnár Bertalannak, Morvai Flóriának, Paplászlónak, Zelles Tamásnak és Varga Istvánnak, és itt most felfedeztem, hogy minden szándékom ellenére a végén az ABC sorrendet elrontottam. Ö ők készítették a fordítást, én pedig aztán a szerkesztést és a közös nevezőre hozást, illetve az összefésülést a, a, a cáfoló sorozattal és, és az Egyesületi Dokumentummal, és várjuk, várjuk a visszajelzést a, a, a tudományos ö, körökből. Abszolút Linda Bold, Bernd Mayer, Dave Sweenor, Farszalinos Doki, ö, kik írtak még vissza, Na de Krisztián, ne azt sorolt, hogy kik, hanem ő szépen tételesen, hogy ez lájkolt, az lájkolt, ez mit írt, az mit írt, mert vannak benne nagyon jók. Nem akarom előre lelőni, tehát ezek, amiket írnak, ezek után össze lesznek fésülve egy nagy dokumentumba, tehát nem akarom most egyesével lelőni a poénokat, de azt elmondhatom, hogy nem meglepő módon a hozzáértő tudományos közösség abszolút azon az állásponton van, amin mi is voltunk, hogy ez, ez, ez egész egyszerűen nem tudományos. Megkeresem Peter Hayeknek az egyetlen egy mondatát elmondanám, ez úgy nagyjából fémjelzi az egészet. Ez egy nem egy objektív jelentés a bizonyítékokról, hanem egy lobby dokumentum azoktól az emberektől, akik szeretnék a piacról eltüntetni az elektromos cigarettát. A motivációik számomra nem tiszták. Úgy tűnik, hogy a dohányipar ellenében vannak, de azon harcolnak, hogy a dohányipar érdekeit védjék, és megvonják a dohányosoktól azt a lehetőséget, hogy átálljanak a lényegesen kevésbé egészségkárosító elektromos cigaretta használatra. Azok az ügynökségek, illetve intézmények, akik az ő tanácsaikat követik, a közegészségügy, a népegészségügynek fognak károkat okozni. Ez így Peter Hayektől. És csordogálnak befele szépen a, a, a dolgok. Linda Bold, akinek ugye a szívügye és a kedvenc kutatási terület az kifejezetten a, a fiatalkorúak dohányzási szokásai, ő, ő megkért, hogy segítsek neki értelmezni például a 2013-as ifjúsági dohányzás felmérés magyar adatait, mert nagyon szívesen megnézegetné, hogy most akkor mi is van azzal a 4%-kal, mi nem. Öh, nagyon, 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 nagyon kerek és szép öh, visszajelzések jönnek, úgyhogy én nagyon vidámon nézek Elibe, hogy mi minden fog ebből, ebből kikerekedni. Igen, már Clive is visszajelzett, hogy látta a, a, a megkeresést. Úgyhogy komolyságok lesznek. Az egyik angol uh, uh, elcigaretta aktivista hölgy beküldte egy olyan levelezési listára is az egész anyagot, uh, ahol szinte kizárólag uh, a, a, a kutatók cserélnek információt. Úgyhogy valami nagyon-nagyon szép dolog is kikereketet előbb ebből. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönet mindenkinek, aki segített abban, hogy elkészülhessen ez az anglius verziója a dokumentumnak. <hűz> És mekkora szükség van egy-egy ilyen dokumentumra, azt az ember nem is tudja, vagy nem is érzi egészen addig, amíg el nem készül és ki nem kerül a, a megfelelő helyekre. Uh, hamarabb is megtehettük volna. Hát hamarabb nem, nem volt ennyi. Hamarabb nem volt ennyi, igen, igen, mert azért nekik is termelni kellett a hülyeséget. Lássuk be az előgondolkodás azért nem egy gyors folyamat. Hát meg ezek az ötletek ilyenek, hogy akkor jönnek, amikor úgy érzik, hogy jönniük kell. Persze, hát már fél három évvel korábban is gondolhattunk volna erre, de akkor éppen nyakig voltunk a, 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 kis csúszaros küzdelmeinkbe, hogy élőben próbáljuk meg elejét venni az őrültségnek. Így, hogy egy kicsit elcsendesedtek a dolgok, mert már kicsit megfogyatkoztak a mindennapi küzdelmek, tehát ilyen hosszabb kifutású projekteken kell dolgoznunk, ahelyett, hogy nap mint nap megpróbálnánk tüzet oltani, meg rohangálnánk a TV stúdió között, meg stb. stb. Így most volt idő végig gondolni, és megszületett ez a elképzelés. Sosincs későn igazándiból. Én <hűk> úgy érzem, igen, hogy igen, ismerve igen. a vezérludditáinkat, tehát magukat a döntéshozókat, ha ott és akkor meg lett volna ez az összes visszajelzéssel együtt, akkor se foglalkoztak vele. Most így a folyamatban lévő mindenféle jogi és egyéb ügyletekben ez még aktívan szépen kifejtheti majd a hatását. Amikor jön az ANT, és megkérdezi, hogy. És magának milyen végzettsége van, hogy úgy gondolja, hogy véleményt alkothat ebben a kérdésben, akkor megmondhatom, hogy hát véletlenül itt van nálam egy lista azoknak a véleményével, akiknek megvan a végzettsége hozzá, tessék. É, majd azt mondják, ki az a sarsafarsalinos, ki az a sarsafarsalinos, dörö. Ah, semmi. Persze csak valami megélhet, és itt szelebb. Értitek, az igazi lényegi különbség az, hogy eddig megpróbáltunk vitatkozni az olyanokkal, mint a Beneda, az Ónodi Szűcs, egy Demjén, meg ők nem akartak ilyenek. vitatkozni. Természetesen, kiszi. de eddig ennek volt itt az ideje. Most, hogy túl vagyunk ezeken a pontokon, most mennek alapvetően jogi útra ezek a holmik, és a bíróság az egy olyan hely, ahol van némi respektje a bizonyítékoknak. Tehát most, hogy ilyen fázisba értünk, és a, a bíróság előtt kell a mérleg két serpenyőjébe belerakni azt az őrületet, amit a hazai egészségpolitika képvisel, meg azt, amit a valódi tudományos bizonyítékok képviselnek, ott igenis van értelme ezeknek a dolgoknak. Persze, nyilván egy demjénnek lobogtathatnánk félrenézni, és azt mondaná, hogy nem ismerem őket, nem tudom, mi ez. Krisztián, erről jut eszembe, ami nem, nem e ide de hasonló, felnyomta az Uber a kormányt az EU-nál, nem tudom, hallottad-e? Yes! Ajajajaj, hír! Ah, ah. Panaszt, hír. Nyújtottak, panaszt nyújtottak be az Európai Bizottságnál Magyarország ellen, mert a cég szerint kifejezetlen, az, kifejezetten az ellehetetlenítésük volt a célja a törvénymódosításnak, mármint ami júliusban életbe lépett. És ez alapján, a panasz alapján kötelezettségszegési eljárást indíthat az EU, és hogyha a törvény tényleg uniós normákba ütközően diszkriminatív a piaci szereplőkkel szemben, akkor meg azt mondhatja, hogy dupla fakjú, és aztán jön vissza az Uber, és ülhetünk újra be. Meg elzárják a csapokat, és akkor hogy lesz nekünk itt még száz meg ezer stadionunk? Igen hát látod milyen sikeres az, figyelj Krisztián a csapokat így is úgy is elzárják tehát az már biztos illetve akkora támogatást nem fogunk kapni mint amit eddig. Igen, ezekkel a fő probléma az az, hogy én mindig örülök, amikor az EU megszopatja a magyar kormány, de igazándiból ez arról szól, hogy az a pénzt már ellopták, nem a saját zsebükből fogják visszafizetni, és ami szankciókat hoz az EU, az meg megint a mi adóforintunkból fogják kipréselni valahogy, tehát egy kicsit ambivalens az e fölött érzett örömöm, de azért igen, mindig. Egyébként meg ugye lás, lás, hogy lássuk be, hogy a az e-cigaretta magyarországi jelenlegi helyzetéért igen-igen nagy felelősség terheli az EU-s ludditákat. Azt hogy a, a taxisokat. Meg vannak az ő, az ő ludditáik is. Bonyolult ez a helyzet. Na, de, de... egyszerű lenne, tehát egyre ha Pista inkább... ülne az EU élén, érted, akkor azt mondaná, hogy mi? Egy cigi, nem füstöl. Hát mit akarsz akkor? Ennyi, kész. Jó, de látjátok, hogy egyre inkább kezd a, a az eldugult lefolyóból a szar visszafele jönni. Nem csak egy fronton, hanem más területekről is, és aztán egyszer csak majd hívni kell a dugulás elhárítást, mert nem fogják bírni tartani. Úgy, úgy, úgy érted, Charlie, hogy úgy tűnik, hogy nem lehet a végtelenségig hülyének nézni mindenkit. Igen, hát, én legalábbis így értettem, igen, akkor jól értettem, Igen, igen, én. igen. Minket már az elejétől fogva nem, de aztán azokat, akiket megvezetnek, azokat meg pláne nem. mi is csinálhatunk kampányokat, hogy tudta, hogy az állam. És akkor ilyen nagy szép kék plakátokon. Mint ahogy tudta, hogy a olimpiai közvetítések között 22-szer kell elolvasni ezt a szart. Ez most látta ezt a plakát. 22-szer kell elolvasni ezt a kék szart. Geniális. És Tudta, ú, hogy tudta? Most már tudja. Ú, és megvan az ötödik aranyunk. Zseniál, zseniál, zseniál. Ezekről ne... a túrta plakátokról a régi technika tanárom jut eszembe, neki volt az a szavajárása állandóan, hogy látja, nem látja, na látja. Igen. Igen. <laughs> ja, na haladjunk tovább. Ö, majdnem elkalandoztam az Olimpia világába, de aztán az napestig folytathatnánk. Ö, ejtsünk inkább szót a Billion Lives magyar oldalról. Mert jó, mert többféle hírünk van, többféle olvasatban, ö, ezt lenne jó meg rákcsálni. van rá másfél óránk. A legfontosabb, amit, amit ö, közölnünk, Kéne, hogy, hogy mi a Billion Lives magyar oldala, vagy hogy mondják ezt a magyar leányvállalata, <laughs> ö, vagy a szabadkőműves szekciója, nem kért, nem várt, nem kötelez senkit arra, hogy lájkolják az oldalt. É, tudjuk, mert, mert látjuk, hogy nem írtunk ilyet, hogy lájkoljátok az oldalt, és csak akkor lesz, mit tudom is én, örök élet Dallas Cola Chips. Viszont több csoportban, és erről lenne jó beszélni, ö, született olyan, ö, mi az Isten, ez szabályzat, vagy mi a túró, hogy ö, meghatároztak nekik egy időt, és csak akkor maradhattok itt a csoportban, de nem vagyok ezekben a csoportokban, tehát ti tudjátok autentikusan elmondani, hogy mi volt a leírás, a lényege az, hogy csak akkor maradhatok a csoportokban, meg egyébként is, ha aktívak vagytok, tehát mondjuk két héten belül legalább egyszer följöttök itt a csoportba is, és lájkoljátok azt az oldalt, ami a ti ügyetekért áll ki. És hogy nem tudom, ne legyen abból, hogy azt mondom, hogy parasztlázadás, de ebből indult az a az a felzúdulás, hogy engem senkinek kötelezzen erre, meg, meg én nem akarok ilyen, ilyen, ilyen rákosi módszerekkel ö, visszaugrani 30-40 évet az időben, és ilyen kötelezően azért, hogy itt maradhassak, like-oljon kelljen valami oldalt, meg majd én azt megnézem a filmet, és majd utána eldöntöm, hogy tetszik-e vagy sem. Igen, és a kis kuncogásodra rögtön ráfűznék, hogy... <coughs> és az nem jó szó, hogy igényfelmérés. Tehát like nem igényt mérnek fel az emberek. A... A rendezőgárda sem, éronék sem, hanem rosszul ülünk a... Nem mi? Azok ülnek rosszul a lovon, akik úgy gondolják, hogy majd ők megnézik a filmet, és majd eldöntik utána, hogy lájkolják-e ez az oldal, ez nem így működik, és nem erről szól. Az oldal azért van, hogy azok, akik a hazai premier, premieren dolgoznak, hogy eljöjjön ide Éronnak ez a nagy sikerű dokufilmje, az az elérje a, a tömegeket. És ö, ha te arra vársz, hogy majd megnézed a filmet és utána lájkolod, ez nem az. Tehát ö, itt információkat osztunk meg folyamatosan még a film előtt az amerikai premierekről, hogy éronék épp hogy haladnak, hogy éronék épp film hol mutatnak be, róla. milyen a film fogadtatása, hol milyen díjat nyert mondjuk egy fesztiválon, amit, hogyha nem lájkolja az ember az oldalt, akkor akkor is meg tudja nézni, csak akkor direkt be kell írni, és rá kell menni, így meg ö, elköteleződését mutatja az oldal felé. Ergo, és ez is nem akartam már mondani az embereknek, hogy az nem úgy van, hogy amit te belájkolsz, mindent látsz. Mert ugye a Facebooknak van egy algoritmus, algoritmusa, nem mindent látsz, de ha sokszor mész föl az oldalra. Ha látja a Facebook, hogy téged ez a téma érdekel, akkor az bizony mutatni fogja neked. És hogy mondhatja valaki azt, hogy majd megnézem és utána lájkolom, like hiszen azt se fogja tudni, hogy mikor lesz a premier maximum, hogyha valaki elmondja neki, aki látta az oldalon, hogy már pedig két hét múlva premier, vagy honnan tudja, hogy mondjuk nekünk segítség kéne olyan, hogy ki tud hozni 50 kiló ropit mondjuk a cateringhez például. Most csak mondtam valamit. Tehát ez az oldal, egy előzetes euh, információ megosztó felület, ami azért jó, ha lájkolja valaki, hogy látja a, a folyamatában a híreket, amíg sikerül oda eljutnunk, hogy végül is kirakjuk azt a posztot, hogy gyerekek, három hét múlva XY moziban, 18 óra 0-0 találkozhatok Éron bíberrel és és megnézhetitek a díszelőadást. Ez a végső pont. Idáig kell eljutnunk, de ehhez szükség van egy jól prosperáló, jól működő, aktív ö, Facebook oldalra. És ö, Tehát, igen. Ja. Tehát nem a filmet lájkolod, hanem azt az erőfeszítést és azt az ötletet és elképzelést, hogy kerüljön bemutatásra, kis hazánkban is, a dokumentumfilm. Erről szól az a pécs. Igen, és ugye ö, nem is az erőfeszítés, ha like, tehát ö, azt is lehetne mondani, hogy ez nem egy like gomb, hanem, hogy ö, érdekelnek a hírek az oldallal kapcsolatban. Így fogjátok föl. Érdekelnek hát, egyet a hírek. Egyet értesz a kezdeményezésre, nem erőfeszítés akkor, hanem nevezük kezdeményezésnek, hogy jöjjön el Magyarországra is a film. Ennyi, és nem és, több. És tegyük hozzá, hogy amit mondtam, ugye, hogy felőről. Ö, és jöttek hozzánk az oldalra olyan ö, bejegyzések, hogy azok az emberek, akik, mit tudom is én, XY csoportból kiváltak, oda írtak egy publikus bejegyzést ki a falra. Odaírtam nekik, hogy hogy ez nem az a fórum, meg hogy ők kitehetnék -e a saját csoportjuk linkjét, nem. Ö, meg privátban is írt, és hogy én nem értem meg őket, meg miért állok a másik oldal mellé, és hozzám mérten iszonyat, hiper, ö, ultra, érzékenyen ö, álltam a dolgokhoz, és, és ö, nem olyan ö, stílusban írtam, mint ahogy a válasz, vagy a kérdező írt, és, ö, és most is azt tudom mondani, ez az oldal nem fog senkit reklámozni, nem fog senkinek a bejegyzése ö, bejegyzéséhez táptalajt adni, tehát itt nem lesz olyan, hogy ott lesznek a, mit tudom is én, a magyar ősellenálló gőzlérek, gyertek 18-kor a tököm tudja milyen busz megállóba, vagy lájkoljátok ezt a csoportot, ez nem. Ez csak a filmről szól, csak a készítőkről szól, csak az új hírekről szól. És azért végképp nem lehet az oldalt ö, elítélni, hogyha máshol más emberek kérik, tehát nem mi kértük, máshol valaki azt kéri, vagy attól teszi függővé a csoportagságot, hogy lájkold like ezt az oldalt. Hát akkor, ha nem tetszik ez, akkor két dolgot lehet csinálni, hármat. Ha nem tetszik, csöndbe maradsz és semmit nem csinálsz, majd kiraknak onnan. Nem tudom, nem ismerem őket. A másik az az, hogy felemeled a hangod ott, ö, kulturált keretek között, megmondod, hogy nem értesz ezzel egyet, de én nem tudok ezzel az információval mit kezdeni, hiszen nem én tartom karban azt a csoportot. Tehát meghallgatjuk szívesen, de itt megáll a tudományunk. A harmadik pedig, hogy, 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 hogy kiléptek innen is, onnan is, aztán megcsináljátok a, a saját csoportotokat, csak ebben nincsen ö, semmi előremutató tartalom azon kívül, hogy van egy, van, van egy M plusz egyedik csoport, aki az is lehetne a neve, hogy mit tudom én. Most aztán nagyon megmutattuk nekik, hogy mi nem hódolunk be. De nem a mi érdekünk, tehát ezt elne tévessze bárki is, hogy nem a mi érdekünk. Nekünk attól este nem fog keményebben állni a cerka az ágyban, hogy. Ö, 400 helyett 527 követője van az oldalnak. Semmivel nem fog keményebben állni a káresz, hogy így mondjam. Viszont, amit uh, kiraktam uh, hajnalban a Zercigi tesztek oldalára, ugye mondtam ezt, hogy felőről engem, az őről fel, hogy rengeteg-rengeteg dolog van, van egy hatalmas, hosszú roadmap előttünk, uh, egy x ben hogy milyen lépéseket kéne tenni, azután mi jön, azután mi jön, és, és ez egy nagyon-nagyon ez öngerjesztő lista. Tehát az elején valami, ha megakad, akkor nagyon sok dolog miatt nem tud haladni. Ö, és vannak olyan dolgok, amik, sőt, a legtöbb dolog rajtunk kívülálló ok, amit mi felteszünk valakinek egy kérdést, és nem jön rá válasz napokig, mondjuk. És ez az a ez az a dolog, ami minket legalábbis személy szerint engem felőről, mert nem tudunk haladni, és ti azt látjátok, hallgatók, hogy nem halad a dolog, de ha megfeszülünk, sem tudunk addig lépni, míg X vagy Y-tól nem kapunk ilyen választ, vagy olyan segítséget, vagy olyan hozzájárulást a dolgokhoz. És természetesen Éronnal működött a gondolat átvitel, mert már mikor negyedik napja nem jelentkezik se, ú, nem néztem az e-mailjeimet még ma, nem jelentkezik e-mailen, Facebookon sehogy, Na, akkor a közös csoportba beírja, hogy, hogy elnézés Robert, nagyon nehéz időszak volt, és hogy és köszöni a, a magyar oldalnak, hogy mi vagyunk az egyik legnagyobb közösség. Mi, még egyszer aláhúzva, dődbetűvel, vastagon, mi vagyunk az egyik legnagyobb közösség a Billion Lives szervezetén belül. A magyar oldal. Ez a csend, ez nagyon jó volt itt. Tehát ezt tegyük el magunknak, örüljünk neki, és ne álljunk meg, nem szabad megállni, ez nem a lájkokról like szól, mint mondtam, de Ö, ugye érdekes, hogy hogy azt mondtuk, hogy Éron figyel minden oldalt, hát ő a fő adminja minden oldalnak, és látja a számokat. És az az egyik szám csak, hogy hogy hányan lájkolták, de az aktivitás is látszik. És a mienknél is ö, látszik az aktivitás, ami, ami az átlagnál egy picit magasabb. De ö, Beszéltünk itt adás előtt, hogy hogy mondjuk-e, vagy nem mondjuk, de ki kell azért hangsúlyozni, hogy hogy olyan ország, tehát Európában egy aktívabb, nagyobb közösség van, az pedig a németeké. A németek pedig nem egy ekkora kis rántott ö, szelet ö, nagyságú országban laknak, és nem fogynak, és nem 10 millióan vannak. És. Ö, és mindenki hüledezett egyébként abban a csoportban. Nem is tudom, hogy ez, ez csak az aktivisták csoportja, vagy a, 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 a page adminok csoportja, Krisztián? Page adminok, page adminok, igen. <kül> Tehát ez a page adminok csoportja, és akkor ez beírta Aaron oda, és utána elkezdtek jönni a gratulációk, hogy basszus, nem is nézte azt a betyár mindenit, két hét alatt mennyien vagytok. Ö, azért is, mert valaki admin mondjuk ezt kérte, a, abban a csoportban, vagy fene tudja miért, vagy azért, mert 88 levelező listára kiküldtük, vagy azért, mert terjed, mint a futótűz, vagy mint a pest is, nem tudom, de nem szabad ezen senkinek megsértődni, nem szabad ezen senkinek dacból nem lájkolni, meg majd, majd, ha egy hét múlva ráér, mert a céges adatkeretem, meg mit tudom is én, majd akkor megnézem, annyira nem fontos ez a videó, mikor mi fontosnak tartjuk, és kijön a, végre sikerül rárakni a magyar feliratot a háromperces tízerre, kiírjuk, és majd megnézem, ha. Hát nem majd kell megnézni, ha, akkor kell megnézni, mert újdonság, és osztani kell. És kérdés nélkül is írta Éron, rajta van a szeme, nézi, látja. És mikor majd eljön az a pillanat, hogy össze kell hangolnunk Európában a vetítéseket, akkor akkor ott lesz a kezében a filctól, és így húzogatja, hogy aha, aha, ezek aktívak voltak, emlékszem sokan is voltak, na akkor, akkor őket mindenképpen meglátogatjuk, és akkor majd ezután jön az, meg az, meg az. És akkor itt a nagyságrendekről beszélünk, akkor az ö, valamelyik északi országnál mondjuk 250-300 követő, és akkor mellé tesszük a magyarokat, már is kezd a kép úgy alakulni, hogy tolódik el errefelé kicsit. Ö, három nagy ország van, vagy három nagy oldal van, a németek, a magyarok és a franciák. És, és ö, me meg, kell nyomni a, meg kell nyomni a gombot, ö, minden tartalékunkat ö, bele kell adni, csak úgy fogunk haladni ezzel. Most éronék is el vannak havazva, láthattátok az oldalon, hogy, hogy épp most mennek oklahomába ha jól láttam. Ja. Ott lesz ja. premier. Láttad azt a kis videót? És autóval tehát, mint a klasszikus Ró igazi road Movie-ba irány a Route 66, és akkor átszelik a, a messzességet, nem repülőre pattannak meg ilyenek, úgyhogy csak úgy pörög el az idő a kezük közül simán. Azt olvastad egyébként ott a, a, a média grubban, ott a, a Kurtnak a lábáról indult meg egy, egy kis értekezés. De elvarró, levarodt <laughs> Hát ez zseniális volt. Beugrott valamiért nekem a rihanna az egyik száma, az a Bright Like a Diamond, vagy valami hasonló, és akkor erről meg a Kurtnak az te olyan fehéret, te még nem láttál, mint a, annak az embernek a vádlia. És akkor az a, Kurt White like a diamond, aztán jött, hogy Kurt lába a referencia pont, mikor a videón beállítják a White balanszot. Szóval, szóval megy ott is a geg. És ja, én egy picit tudnék én ezen még faragni egyébként a, a, a hatékonyságom, mert a a chat az, az egy pff, borzasztó hatékonytalan, hogy így fogalmazzak, tehát minimum egy egy, egy, csoport kéne ennek, ahol, ahol szredekre lehet bontani, de hát te vagy ennek a, a, nagy tudója, meg te vagy ott a izé, a nagy span, te söröztél ezekkel. Na majd valamit kifundálunk. Mert, mert hogy ha hatékonyabban működhessen. Igen, 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 mert na, tehát így, így nagyon nehéz. Igen, Ön. a chat amikor te épp komolyan próbálsz beszélni Éronnal, és már már kezd kialakulni a dialógus, és becsattan az egyik gyereknek. A... Nézzétek itt a fotóstáskába. Ja, igen, na ez itt volt -e. én, én, majd megőrültem, végre látom az meg, hogy, hogy írt, na mondom, gyorsan ráírok, ráírtam valamit, és aztán a gyerek bekúrja a táskáját, hogy ó, oh, mondom. És akkor utána nem jön semmi válasz. És akkor mit csináljuk, tudod, egy kérdőjeleket írogatni, hogy na, mi van, mi van, mi van? Ah, névet, vagy, vagy mi van? Szóval én kurvára örülök annak, hogy, hogy érom mindkét szeme az autóban is a, a föl tévedné néha az oldalra is látja, és tudod, ez a jó amerikai mentalitáshoz mérten dicsér, 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 tehát megjelenik tíz percre két ilyen mondatot elejt, és akkor egy picit megint megnyugszol, hogy jó, nem vagy annyira elfelejtve. És még annyit mondott, ugye, ami, ami annyira nem jó nekünk, hogy, hogy a Magyar Doku Fesztiválról még semmi reakciót nem kapott vissza. Úgyhogy én is írtam nekik egyébként, most gyorsan megkattintom, de szerintem azóta se jött válasz, úgyhogy hát az a dolog, az most, az most itt áll a semmibe. Ja. Na de ti is mondjátok el, mert most nagyon sokat beszéltem ezzel a, ezzel a Hagytam, Facebook hagytam, oldala. Hogy ki, hagytam, hogy kibeszéld magadból. Végre te is Ér, beszélsz. Éreztem éreztem benned ezt a tüzet. Én nekem az jutott eszembe, ha már ilyen nagy a szünetet hagysz, Fifika, hogy a, a kényszer lájkoltatások kapcsán hogy az van, hogy itt négy éve ebbe az országba azért zajlik ez meg az, hogy ne tehessék teljesen tönkre az elektromos cigarettázást. Hol több, de többnyire kevesebb sikerrel próbálkozunk. Azért próbálunk szervezni demonstrációkat, sajtónyilatkozatokat adunk, írunk, tehát mindenféle dolgot próbáljuk egy kicsit mozgásban tartani, kvázi a, a, a közösséget, hogy, hogy ne álljon földbe ez az egész történet. És így négy év távlatából végignézve azt, hogy amikor, amikor alá kell írni egy európai polgári kezdeményezést, akkor nem az, hogy mindenki az egész pereputjával aláíratja, hanem hanem úgy kell könyörögni jóformán még a, az elektromos a közösség tagjai én is, hogy ember, könyörgöm csinálj már valamit. Ha egy petíciót kell aláírni, az szintén ilyen. Hogyha meg kell jelenni egy demonstráción, legyen akármilyen kicsi vagy nagyszabású, akkor is, tényleg külön kérvényt kell benyújtani az embereknek, hogy, 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 méltóztassanak eljönni. És egy ilyen pár éves történet után, amikor arról van szó, hogy nem kell aláírnod semmit, nem kell oda menni semmit, nyilvánvalóan az egész dokumentumfilm bemutató, stb. annak a tevékenység sorozatnak egy szelete, egy része, ami arról szól, hogy ne csinálják ki teljesen itthon az elektromos cigarettát, az elektromos cigaretta közösséget. És amikor adott egy állítólagos elektromos cigaretta közösség, akinek igazából mindenkinek jó felfogott érdeke kéne, hogy legyen, hogy ezeket a kezdeményezéseket zsigerből azonnal támogassa, mert mind-mind kvázi az ő érdekében, az ő egészsége érdekében is történik. És akkor az adminok azt látják, hogy, hogy, hogy valaki nem, hogy nem képes egy nyomorult lájkot megbökni, E, erre nem, tehát igazándiból a kis súlyát sem kell jó formán megmozdítania, akkor jogosan teszi fel az, az admin azt a kérdést magában szerintem, hogy akkor mit keresel itt? Veled is csak többen vagyunk. És ő az admin, ő menedzsel kvázi egy közösséget, neki, nekik van a fejében valami arról, hogy milyen típusú közösséget szeretnének az általuk menedzsel csoportban e, e, látni és terelgetni, és hogyha nekik az a benyomásuk, hogy ezek az emberek bizony olyan emberek, akik, akiknek tök mindegy, és egy szalmaszálat nem hajlandó a keresztbe tenni, akkor adott esetben akár jogosan gondolják azt, hogy figyi kívül tágasabb. Én ezt gondolom erről az egészről, de mondom, nekem egy kicsit ö ö torz a, 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 a nézőpontom ebből a szempontból, mert én négy éve tolom az egyik felén a, 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 történetet. De én úgy érzem, hogy, hogy adott esetben ez teljesen jogos. Hát azt se felejtsd el, hogy, ő... hogy bocsánat, még annyit hozzáfűznék, hogy, hogy <coughs> amit mindig elmondok ilyen, ilyen problémás ö, csoport ö, mozgolódásoknál, hogy, <coughs> hogy ezt mindenki elfelejti, hogy, hogy ez, ez, ez nem ez nem olyan, mint a középkorban, hogy neked veled született jogod, hogy, hogy akárhol ott legyél. Van egy csoport, aminek a tagja vagy. Közösséget vállalsz velük valamilyen szinten. Ha meg valami nem tetszik, akkor vagy kilépsz, vagy ha úgy dönt valaki, hogy te így nem férsz be a csoportba, akkor kitesz, de, de ennyi. Tehát ez, ez, még egyszer mondom, ez, ez egy Facebook csoport, ez egy elvileg azért gyűjti oda az embereket a csoport, hogy, hogy valami közös céljuk, vagy érdekük, vagy érdeklődési körük van. Ha meg valaki büszkeségből azt mondja, hogy már pedig én nem, egyébként biztos van benne olyan ember, aki, aki egyébként másik 86 csoportot, meg ilyen, ilyen kamu hír oldalakat lájkol, meg megoszt, de pont ez nem fér bele, az, az, az arra se a csoportnak nincs szüksége, se annak az embernek arra a csoportra. Tehát... Nem kell ezt túl misztifikálni, hogy micsoda jelentősége van egy csoportnak, vagy egy, egy oldalnak, de tehát tényleg, aki a Chris, nem is a Fifika írta le jól a, a Villanypára Egyesület oldala, Facebook oldalán, hogy, hogy aki ezt az 5 centit nem tudja megtenni a kijelzőn a like gombig, és tényleg olyan őrületes sok posztot nem írunk, hogy valaki csak ezt látná egész nap, hogy ott gör... Tehát van, hogy napokig semmi nincs, és aztán ugye mindig éjszaka rakjuk ki, mert akkor van ott, ott nappal, és akkor jönnek az új hírek. Tehát, hogy aki nem tud elviselni mondjuk két-három naponta egy vagy két posztot, hát ecigi témában, van, azt most, most erre mit mondjak? Na. Ja. Fifika még mindig csöndben van, akkor beszéljek én. Nem, valamit akart mondani, én csak szeretnék, bocsánat, én már egy egyszer... ja. Bármit is mondani. Ja, még fér, az jutott csak eszembe. Ilyen bunkók vagytok, baz meg mind a ketten, hogy így belevágtok a szavamba. De mindegy, mondjátok. Na akkor lennénk bunkók, hát de hát hát nem valászó, azt mondanám, hogy elnézést történt. kifika. De... Nem úgy... megy sehova, se a buszom, se a vonatom. Ennyi. Tied a mikrofon. Ennyi. Most meg nem beszél. Hát de tényleg kivívom magamnak a tiszteletet, érted? Tehát ez egy, ez egy az de... a csend. Maradjál már nekem már kivív... nem sokat dolgoznom kivívom kell Kivívom magamnak a tiszteletet. Na, én annyit szerettem volna hozzátólni ehhez a, a dologhoz. Ugye egy, egyrészt kiakadtam azokon a megnyilvánulásokon, amik e, e, kapcsán ezekben a csoportokba, e, nem is tudom, így a a felszínre jött a reve, és uh, kinyilvánította az ő hihetetlen, uh, szarkasztikus, és, és uh, na hitt aztán a demokrácia halála című uh, hattyúdalait, és hihetetlen energiát fetszeltek egyébként abba, hogy elmagyarázzák, hogy ők azt most miért nem fogják ezt az öt megtenni a képernyőn. <tosz> Komolyan mondom, voltak ilyen doktori értekezés szintű dolgot írt le. De egyrészt elmondhatok előttem minden olyan dolgot ezzel kapcsolatban, amit el lehetett mondani, amit én szeretnék, az az, hogy ezeknek a csoportoknak, az adminisztrátorainak meg szeretném köszönni azt a, a lelkes együttműködést, amit ebben az ügyben kéretlenül, és ezt hozzáteszem, hogy kéretlenül velünk együtt érezve tették meg ezeket a, a lépéseket. Egyrészt, gondolom másrészt meg nekik is tele volt a, a hócipőik azzal, hogy egy 4-500-as csoportban 20-30 aktív tag van, és néha oda befent valaki valamit, és akkor is a, a semmi köze gyakorlatilag a csoport céljához vagy működéséhez. Minden ilyen csoportnak van egyébként leírása, minden ilyen csoport leírásban én végigolvastam az összes ö, ö, valamit is számító csoportnak a leírását. Benne van az, hogy hogy mit várnak el a, a csoport ö, ö, tagságától. Ehhez képest ö, tényleg egy, egy ilyen kényszerítő, eszközt kellett alkalmazni ahhoz, hogy, hogy megpörgessék a, az oldal a, a lájkjait. Tehát ez nem is tudom, tudod, ez a, nekem a kis az eszembe, hogy nem leesett a lóró, hanem kussén így szoktam leszállni. <laughs> A, 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 az egyik csoportban ott, ott valami hihetetlen módon, tehát szerveztek rá játékot, ö, ö, ugye meglebegtették a csoportból való kitiltást, ö, stb, stb. stb. És teljesen jogosan, tehát hogyha egyszer valaki egy kurva elcigarettával foglalkozó csoportnak a tagja, akkor legyen már olyan jó, hogy a közösség a többség érdekében Tegye meg ezt az 5 cm a monitoron, és nyomja meg az egér bal gombját. mert ha ezt nem teszi meg, mert ő úgy gondolja, hogy ez neki demokratikus joga, és előbb véleményt akar nyilvánítani erről az egész dologról, akkor azt hiszem ezt írtam a villanypárás bejegyzésbe, akkor holnap el kéne gondolkozni azon, hogy mondjuk használja a járdát. Tehát érted? A, a, komolyan mondom, de nem is értem, hogy, hogy hol volt ez a kibaszott nagy demokrácia iránti elkötelezettségük akkor, amikor tüntetést szerveztünk, amikor még lehetett volna időben tenni valamit és, és tömeggé összeállni. Gondolom akkor is a kurva demokratikusan eldöntötték otthon, hogy megy a faszom kitüntetni, a hideg is van a picsába, de hogy megyek ilyen. Ez szerintem majd akkor... Meg, meg, megvárom, hogy mi lesz a vége, érted? Szerintem akkor éppen valamelyik nagyon értelmes handcheck, vagy, vagy valami hasonló csoportba töltötték föl a képet, mert az például sokkal a fontosabb, hogy meglássa más, hogy reggel milyen mod meg, meg likvid van a kezedben. Uh, valakinek írtam, uh, és... Uh... És én azt hiszem, hogy a pont az egyik ilyen csoportba ki is tettem, és utána azért szépen följöttek a, a lájkok is. De ilyen volt annak idején, nem tudom, ti emlékeztek -e rá a, a legaktívabb fekete fórumos <laughs> csoport az az éppen mit szívok ma kezdetű volt, hogy az, az élet fontos dolgai. Hihetetlen, hihetetlen fontos kérdések. Ez és a grána jó reggelt. Egy, egy, igen, 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 ez úgy pörget, hogy az valami hihetetlen volt. Hát ennyi. Nekem e, az jutott még eszembe, hogy hogy a a billion Lives hazai premierje azért nem egy nehezen eldönthető megosztó kérdés, tehát nem olyan, hogy most hot dog vagy hamburger, vagy üvegszál ilyesmér, hanem... vagy vatta. Igen, és. Tehát így nem egyáltalán nem szabadna, hogy a, a bemutató lehetősége megosza a, a közösséget, mert nyilvánvalóan mindenkinek rohadtul érdeke, hogy ez a remek film jöjjön el, és, és kerüljön bemutatásra. Tehát, hogy itt, itt, itt igazándiból nem nagyon van ezen gondolkodni való. Va valaki erre írt egy, egy zseniálisat, hogy, hogy talán úgy írta, hogy addig, amíg te, te a, a lájkoddal, ö, hogy is mondta? Jutalmazni akarsz, vagy te úgy érzed, hogy a te az egy, egy, ilyen, egy ilyen jutalom... Kegy. Kegy. igen, addig, addig nem tudunk előrelépni egyről a kettőre, mert te úgy gondolod, hogy az valami érték, hogy te belájkolod, és ezzel az oldalhoz pluszba hozzáteszed, ez, ez nem így van. Nem lehetett elmagyarázni neki. Várj ez eszer. a hozzáállás. Mondjad. Ö, bocsánat. Mondjad csak, én közben eszembe jutott, hogy ezt hol láttam, úgyhogy ezt meg fogom keresni mindjárt, míg te beszélsz. Az volt, hogy ez a, ez a hozzáállás, ez rányomja a bélyegét az elmúlt négy évre is rettenetesen, mert ha jól belegondolunk, akkor igazából amit mi csinálunk, legyen az egy beadvány megfogalmazása, legyen az egy keresetben nyújtása, a nefi ellen, fordítások, a podcast, a, akárminek a, akár a szervezése, stb. stb. Ezeket mi mind azért csináljuk, hogy másoknak ne kelljen kvázi. Tehát igazából, amit mi csinálunk, igazából mindenkinek csinálnia kéne, és az, hogy mi ezeket csináljuk, ez azt jelenti, hogy nektek nem kell. Cserébe igazából még el se várjuk, de cserébe egyetlen egy dologra lenne szükség, hogy amikor éppen van valami, mert szárba szökken valami a sok gondolkodás és előkészület után, akkor, akkor ugye egy emberként támogassa azt a közösség, mert általában tényleg itt is ellentmondásos dolgokat nem szoktunk kitalálni, tehát nem azt mondjuk, hogy menjünk ki és széklettel dobáljuk meg ezt és ezt a székházat, vagy valamit, tehát igazából ilyen, ilyen ellentmondásos dolgokat nem találunk ki. És, és, és tényleg csak arra lenne szükség, hogy ha már önállóan az ember nem hajlandó tevékenyen részt venni ezekbe a dolgokba, akkor, ha valami véletlen valami történés van, akkor legalább egy ilyen szimpátiát mellettünk állást fejezzen ki. És szemlátomás vannak emberek, akiknek ez is nehezére esik. Hogy ez így? Hogy? Sőt, tegyük hozzá, hogy ö, olyat is hallottam, hogy, hogy valaki mondta, hogy ne ezzel a hülyeséggel gyertek már, hanem inkább adjatok már YouTube linket, ahol meg lehet nézni. Köszönöm szépen, örülök, hogy ennyire képbe vagy, bazd meg YouTube linket. Haszom. Persze. Nekem a nagy kedvencem az a komment volt, aki írta, hogy hát elkezdtem nézni a, a, a tízert, de aztán abban is hagytam, amint itt ilyen összeesküvés elméletekről kezdtek el beszélni, az ilyenekre én nem vagyok kíváncsi. Ember, te hol éltél az elmúlt néhány évben? Ez az összeesküvés zajlik. Igen, azt hiszem, hogy ez és, olyan, mint a kentrél. És, és kerül trail. törvényerőre. Na, megtaláltam a kommentet. É, azt mondja, hogy XY, most nem mondok neveket, legyen tiéd az utolsó szó, bár néha jó cél érdekében az ember félretehetni a büszkeségét. Sajnos sehogy sem akarod megérteni, hogy ez a like most nem a tetszés jele, hanem egy igényé. Az oldal csak így tudja felmérni, mekkora igény van a vetítésre, ezért lájkolod like az oldalt, és nem a filmet. És a legfontosabb, bár amíg kegynek gondolod a lájkjaidat, like addig csak elbeszélünk egymás mellett. Nem tudom ezt többször lájkolni, like sajnos csak egyszer. Hát kemény. Hát ja. És, és ö, ott van még a Szedder Péter, ő, ő tüdőhős. Azt hiszem igen. Vagy nem? Vagy igen. mégis? De. Igen, de. igen, igen az egyik abszolút. hősünk. Sajnos nem tudod majd megnézni a filmet. A világ nagy, és oda megy a film, ahol kellő érdeklődés van iránta. A filmkészítői nem várnak senkire, semmire. Viszik a filmüket oda, ahol több emberi életet menthetnek meg vele. 5-600 like nem egy nagy szám, nem éri meg az időt pazarolni rá, ha máshol meg több tízezer van. Nem várunk több tízezret, hát egyik oldalon sincs nálunk több tízezer, de, de csak annyit várunk, hogy tényleg valakinek egynek gondolja a lájkját, like hanem fogja föl, hogy ez az ő érdekében történik, és azért kéri a, az oldal adminja mondjuk, hogy, hogy lássa a, a tömeget az, aki majd elhozná ide a filmet. Mert aztán majd lehet megint sírni, hogy jaj, nem tudom megvenni a likviden, meg ma a trafikban sincs olyan likvid, meg a... Ja, hát... Igen, ez akkor már késő lesz. Akkor mondhatod majd, hogy ú, várja utólag lájkolom. Hmm. Hagyd a faszba, nem kell már. Tehát ez Há pont az sz lesz. Sz Szeretném uh, kedvenc uh, Facebook filozófusomnak az erre erre a, a történetre, illetve erre a, mi, minek hívjuk ezt, nem tudom, lázadásra írt eszéjéből, ami egyébként elég hosszú, kiemelni egy rövid kerést. Elmondom így, milyen lesz a jövőtök. Két gyártulajdonos beszélget. Te fizetsz még egyáltalán az embereidnek? Én? már rég nem. Hm, én se. Te, ezek még mindig bejárnak, nem kellene díjat szedni tőlük? Ez mindent elmond a mentalitásotokról, így lehet veletek mindent megcsinálni, mert ti aztán semmit nem tesztek magatokért, az biztos. Nem árt mindenkinek aki kis fejecskéjébe vésni az alábbi bölcsmondást, ha már ez itt úgy is a Facebook. A gonoszság győzelméhez csak annyi kell, hogy a jóság tétlen maradjon. Igen, ezt én is olvastam, igen, igen. Hát ennyi. Hát ennyi. Sohn más összefoglaló. <síns> igen, dologra. igen, 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 igen. Hát ennyi. És, és tényleg így mindenki egy picit, De nem kell sokat, csak egy picit így reggel fogmosás közben, miközben az ember úgy is magába van zárkozva a tükörre, nézzen szembe, és, és gondolkozzon el rajta, hogyha nem lájkolta az oldalt, azt vajon miért nem tette. De hát azt hiszem, tehát most már kezdem én is úgy, úgy érezni egyébként, hogy hogy túltoljuk ezt az egész lájkolós történetet. De, de az az, az, az igazság, hogy, hogy az ugyanazt érzem, mint a ludditáknál, hogy tehát így a, a józan paraszti eszeddel szembe mennek, érted? De, de, <síns> fifika, az van, hogy hogy majd a végelszámolásnál mikor, mikor két opciót mondok, nem jött össze. De mi mindent megpróbáltunk, bassza meg, de nem jött össze. Ez az egyik opció, másik meg, hogy hogy gyerekek szerintem túltoltátok, de összejött. És mind a két opciónál az lesz a vége, hogy túltoltuk? Lehet. Nem érdekel senkit a végén már. Tehát addig kell hajtani, addig kell nyomni, addig kell ütni, amíg, amíg erre van reális esély. A végén mindkét opciónál az lesz, hogy az egyiknél azért nem fog érdekelni, mert úgyse jött össze, a másiknál meg azért nem fog érdekelni, mert mert bassza meg összejött. Kurva jó, végre volt értelme valaminek. de És, ja, és tegyük hozzá. Nélkülem nélkül is összejött. Akkor meg mi a fasz tiszé. Tegyük, hoz, tegyük hozzá, hogy a másik, ami fölbaztam az agyam, hogy, hogy nektek is vannak biztos ilyen ismerőseitek, én ezeket egyenként leiratkozok róluk, nem unfriendelem, csak leiratkozom róluk. Ö, és ö, azok, akik. Ö, akik kitesznek mindenféle kínai gyártókat, ilyen faszom tudja milyen giveaway oszd meg, és akkor nyerhetsz egy ö, ö, eredeti AV-aksit, csak nem piros, hanem rózsaszín fóliázással meg. Na, tehát ilyeneket aztán gondolkozás nélkül mindenki megoszt. 15 ezeren, 20 ezeren megosztják, hogy hát, ha ő lesz az egyik, aki, de ez, hogy egy, egy olyan dolog, ami mögött emberek dolgoznak, gondolkoznak, ilyenbe Kegyet gyakorolna, ne a gyuramisten saját belátásából belájkolna, az ne, hát hülye, hát hogy gondolod te azt? A lájkomnak like értéke van. De én szívesen hát kifizetem. Meg. Szívesen kifizetem egyébként azt a pénzt, ami mondjuk múltkor nekem a, a podcast találkozó, mikor csináltam rá egy kampányt, és akkor a végén jött az elszámolás, és lebontottam, hogy összesen hányan jeleztek vissza abból a költségkeretből, és kijött a végén, hogy azt hiszem, nem tudom most pontosan, hogy 100 és 500 forint között volt valahol, az az egy embernyi lebontott összeg pluszba, amennyi bejött, tehát szívesen adok neki 100 forintot, hogy belájkolja. Mond egy OTP számlaszámot, vagy valamit, és elutalom, csak lájkolja be. Na most azt majd hogy mindenki jön adás után, hogy én, én, én belájkolom, én belájkolom. Neked. Neked véged van. Nem, nem, nem. Ez egy rossz ötlet. Csak volt. annak az egy embernek. No. Szóval fordítsuk meg hát, úgy egyszerűbben értető. Hát azt ugye már elmondtuk, hogy az oldal lájkolása igazándiból annak a kifejezése, hogy igen, örülnél neki, egyetértesz vele, hogy itthon is kerüljön bemutatásra ez a remekbe szabott dokumentumfilm, ami nem mellesleg abszolút ö, hátraarcra késztette a, az új zélandi ö, ö, államot, a nikotinos utántöltők forgalmazását illetően. Tehát azért nem egy kis dologról van szó, és talán már nem emlékeztek rá, de én majdnem elpityerek magam az utolsó mondatain a filmnek, tényleg nagyon brutálisan jól összerakott annak, aki nem az ecigiben éli a minden napjait annyira hideg zuhany a film, hogy, hogy, hogy brutális. Tehát fordítsuk meg, az, aki nem ad egy nyomorult lájkot a Billion Lives magyar oldalára alapvetően azt fejezi ki, hogy hidegen hagyja, nem érdekli, nem szeretné, hogy bemutatásra kerüljön itthon a dokumentumfilm, amely adott esetben akár Előrébb mozdíthatja, vagy kimozdíthatja ebből a, a, a szarkupacból az elektromos cigaretta hazai ügyét. Ennyire egyszerű szerintem. Krisztián, te nem látod jó, hülye vagy, mert minek rendelné Magyarországról, bármit berendelek dhl Kínából, sose rendeltem még semmit a magyar kereskedőktől. Ez csak így, láttam egy ilyen poszt is volt a héten, hogy mi vagyunk a hülyék, mert Magyarországról, és mi azt mondjuk, hogy nem lett külföldről, mert pedig lehet, de lehet. Rendeljetek egy darabig még. Ez pont ugyanaz lesz. Meg majd és a... az... Igen? <kül> az jutott eszembe, hogy a, a magyar döntéshozóknak, a magyar ludditáknak, majd majd ha a milyenket a XY miatt nem összejövő ö, vetítés miatt ö, ö, majd a, annyit mond neki, hogy itthon nem volt semmi, de, de Új-Zélandba például visszavonták. Uram, Új-Zéland, pirkák vannak ott, messze is van. Nem, nem releváns. Majd ez lesz a válasz. Itthon kell ütni a vasat, nem külföldön. Nem. Igen, igen. Ú, valamit akartam mondani, de elfelejtettem. Tényleg elfelejtettem. És, és juss, jusson az eszünkbe? Nem, 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 nem. Akkor nem, biztos nem volt annyira fontos. Beszélgessünk kicsit a hazai premierről. Hú, ez nagyon menő lenne egy hazai premier. Is bírnám. Az Ja, is. igen, és azt szeretnénk elmondani, igen, igen, eszembe jutott, hogy a a, a, a a Premier utáni After partin személyit fogunk kérni, és összevetjük a Facebook like listáját. Te nem vagy a csoport tagja. De kifizettem a 150 ezer forintos támogatói jegyet. Senkit nem érdekel, like. Most belájkolom! Az már késő. Nem. Na szóval a hazai premier... Egy kérdésről igen, volt szó. Igen, igen, igen. igen. Egy lájkról like volt szó. Hogy a hazai premierrel kapcsolatban, amit mondtam, hogy egyre nehezebben tudok aludni. Az azért van, mert az én fejem már majd szét... Nem a tudás veti majd szét, mert attól nagyon zsugorodna, mint a, mint a fehér törpék a galaxisokban, hanem hanem az a millió tennivaló, ami ugye ott van a a, 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 sítünkön is. Elképzelem, hogy olyan vagy, mint a, a, mentátok a dűnébe, hogy ilyen, ilyen gráfok Úú. futnak a, az agyadba, megállás nélkül optimalizálod az útvonalakat, a valószínűség számít, azt meg minden, és sok így szerves számítógépként csak izzik, izzik az agyad belül. Hát Krisztián, de nem hiszed el, de én már francón így, tehát én már a kocsiban Nem szántam. én a kocsiban már a, a, az ülésrendet szervezem a fejemben, hogy hogy kéne a, az én automban ülni Éronnak, meg Jennifernek, meg neked, hogy, hogy meg legyen az egyensúly, a balansz, beszélgetés, meg az anyám kínjön, ne hátra beszélget. Tehát ilyen hülyességeken jár az agyam, Krisztián. Komolyan. Meg hogy mi lenne az a szállás, ami nem overpriced, de mégis azért uh, nem a izéből, tényleg nem a gyártelep mellő kell jönniük be, meg, meg hogy utána azt írják le, hogy baromi jól érezték magukat Magyarországon, milyen gyönyörű város, és a többi, és a többi, és a többi. És, és jár az agyam, már bekértem másik uh, mozit is egyébként, hogy, hogy hát, ha tudunk az áron itt is faragni, ott is faragni. Olyan Elbaszott dolgokat néz. Tegnap beszéltünk is. Néztem a Chicago-Budapesti áratot, Hogyha az észszerű két éjszakát nézem, akkor valami 530 ezer forint. Ha három éjszaka távolság van a két repülés között oda-vissza út, akkor rögtön 230 ezer elolcsóbb, hát nem hiszem el. Szóval, ilyeneként. Többenet tegnap is kattingattam, számolgattam, ideig szeles odatáblázat, hova, mit, és akkor utána, utána, hát ugye amit beszéltünk, hogy hogy, hogy kéne ezt az egészet megfinanszírozni, és ugye arról beszéltünk, gondolom az adás a legjobb téma erre, hogy kibeszéljük, végre tudod, nem kéred ki magadnak, hogy Charlie van megint telefon, az meg, nem messenger, telefonálsz, <tosz> hát, faszom, oh. szóval, ö, hogy, ö, jó pofa dolognak tűnik ez a crowdfunding, viszont, vagy hát közösségi finanszírozás legyünk magyarok, de ebből nagyon ki kéne hagyni az indigogót is, meg a, meg a kickstart, meg mindenféle ilyen hülye kampány ö, kezelő oldalt, mert valami vődületes, tehát nem tűnik soknak, hogy leveszünk 5%-ot, de azért mondjuk, hogyha számolsz kerekösszege 1 millió forinnát, az meg azért érzed már, az már fájdalomküszöbödön túl van. Tehát, hát nagyon súlyos jutalékkal dolgoznak bizony. Tehát én arra gondoltam, hogy, és ezt be lehetne dobni egyébként a, 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 az EU-s uh, promóterek csoportjába is, hogy uh, tök jó, hogy van, most elnyerni az értelmét, az EU-s domén. Csinálni egy, egy, egy uh, olyan domént, ami nekünk jó, és azt annak lenne lokalizált változata minden országba, és ott lehetne uh, értékesíteni jegyet, egy, kettő lenne egy külön elszeparált felület a promótereknek, ahol egymással tudnák akár az időpontokat, akár ö, bármi mást egyeztetni. Például tök költséghatékony lenne, hogy ugye ö, szeptember végén jön éron, ö, vagy megy éron Franciaországba, de Belgiumba is kéne mennie. Hogy valahogy akkor ne az legyen, hogy, hogy ö, Milwaukee Franciaország, Milwaukee Milvóki, Budapest, Milvóki, hanem mondjuk egy ilyen mini trippet itt ez a Milvóki, Franciaország, Budapest, akármi Milvóki. És akkor még a költségen is valamit talán tudnánk faragni. Ö, ilyen szempontból gondolkoztam meg ezen. Ne nem őrülne meg télre a Jetlag-től erről a családja? Igen. Reggel csatakosan fölkes és melyik kontinensen sem... vagy? Ki oh, vagyok, jó van, ó! Oh. Ja, úgyhogy ezen gondolkoztam, a, 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 a jegyárakon, a tehát én, én abban gondolkoztam egyébként, hogy, hogy, hogy olyan sávosan kialakítani a dolgot, hogy mit tudom is én most a 240 fős teremmel számolunk, mínusz 40 ludditák, meg a média, csókolom, 200 fő, és akkor utána csinálni ilyen jegy. Most az árak csak ilyen... <kül> ilyen fejből vett valamik, tehát ez, ez nincs külbevésmény. Tájékoztató, jellegű. Tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek ránk nézve. Tehát mit tudom is én, 500 és 1000 forintos ilyen támogatói jegy, ami amivel nem jár gyakorlatilag jegy, csak az ember támogatását fejezi ki egy doboz cigi, vagy egy, 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 egy 10 millis likvid árával például. Ez ilyen jelképes összeg, és aztán indulna, mit tudom is én, hogy hogy 3000 forint, 10 ezer forint, 30 ezer forint, 100 ezer forint, most csak ezt mondtam összegeket, hogy a 3000 forintosért egy mozi egy, a tízesért mondjuk már kapna a mozi egy mellé valami kis apróságot. 10-esért mozi egy, de a Billion Lives-ra. A 3000 mozi egy az, ami random orosz bátfilm. De vagy. Hogy... a három ezőség követ törhetsz a Csepeli Kohónál. Igen. Mit tudom is. És akkor utána ilyen, ilyen kiemelt támogatói egy, mit tudom is én cégeknek, hogy aki szeretné meg támogatni a rendezvényt, akkor Super Gold VIP tribűn anyám kínja, ami utána mondjuk belépésre jogosít az állófogadásra, mert azt is szeretnénk. Tehát ilyenben Ö, jár az AIP agyam. Érd, jó, jó. Talán, talán, talán így valahogy össze lehetne hozni. De ezt mind, és amit mondtam, ugye ezt a nagyon hosszú dolgot, ö, ezt a, ezt a, ezt a timeline-t, amin sok dolog függ mindig az előtte levőtől, ezt addig nem akarnánk, nem mernénk ö, jó érzéssel elindítani, míg legalább addig a pontig el nem jutunk, hogy nem, hogy időpontunk van, hanem. Hanem azt mondja Éron, hogy, oké, okay, itt van hozzá a, az angol feliratfájl, csináljátok meg, vagy itt van a screener hang szövegértés után fordítsát, kezdjetek el fordítani. Tehát, ha, amikor már valami a kezünkben lenne, akkor azt mondanám én jó érzéssel, hogy jó, mostantól akkor mehet a menet. Addig nem. Lehetne, Egyetértek. Lehetne is addig, is igazából. lehetne addig is, csak, csak utána mi van, ha nem jön össze, és akkor na, visszautalás mindenkinek egyesével. Így meg, így meg azért több realitást látnék én is mögötte, hogyha már tényleg valami van a kezünkben, ami egy lépéssel közelebb vit minket a film bemutatójához. Halló. Teljesen egyetértek veled, Charlie. Én, Én is. Abszolút. Ezt nem hiszem el. Mi történt veled, Megszúrta a nap. Mit ne? Mi? Hogy mindenki egyetért veled? Igen. Igen. Ja. Befagyott hát... a pokol. Igen, és Csari arra gondoltam, hogy a százezres Cs... jegyekhez Igen. járna a, a VIP gogolány is majd a limuzinban, ami mindenki menne a limuzin, vagy a limuzin menne a támogatóké. Nem. Ez nem lenne benne. Nem, de 200 ezeré kapna egy kínai asszonyt. Egy hétig. Igen, aki egyébként koil tekerésben kibbaltázott kibaltázott módon a standet érti, és mindenféle ilyen SS húzalok vannak tekerve a harisnyájára, meg mi ez? Coil Master, Cotton Bacon, mindene van. Mindene van. Vagy ti, vagy, vagy ti mit tudnátok még hozzátenni fejben, ötletben a, 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 a dísz bemutat? Hát az, az alap most már, ugye, mert azt kérdezgettük ott a, a nemzetközi csoport, vagy csetbe, vagy a túróba, hogy finom, hogy ti Éron megy? Persze, hát persze, hogy jön. Tehát az sajnos nem opció, amiről beszéltünk, hogy ott talán tudnánk egy kicsit faragni, hogyha mi lenne, ha Éron csak bejelentkezne videó formájában. Igen, mert hogy erről engem fölvilágosított, én ezt nem tudtam, mert ugye a magyar nyelvben nincsen különbség premier és premier között, hogy eredetileg angol száz értelmezésben a premier az az, amikor ott van a film készítője, és, és kvázi fölvezeti, és, és jelen van. A másik nem tudom, hogy mi, de nálunk ilyen nincsen. És én gondolkoztam azon is, hogy hát végül is nem muszáj jönnie, és akkor ki lehet hozni gazdaságosabban a dolgot, meg ilyenek, de tényleg, ahogy Csárli mondja, Európából, hogy persze, hogy hozzuk, volt-e? Anélkül nem is. Éh, ja, ja. Én azt, azt sejtítem. Ja, mondjad, Fifika. Azt akartam mondani, <laughs> hogy, hogy arról folyt a, a diskurs Charlie csinált egy Google dokumentumot, és ugye elkezdtük a költség uh, alapjait uh, összeírni ennek a, a, dolognak. Én betettem oda egy mezőt, hogy uh, mit honnan uh, finanszíroznánk, vagy uh, melyik oldalról kerülne oda az adott mezőbe pénz. És uh, én azt látom, hogy tehát én megmondom, két hét ezelőtt ilyen lehetetlen küldetésnek éreztem ezt az egészet, de most már azt látom, hogy, hogy össze lehet ezt simán rakni, ezt az egész a, a dolgot, és hát ez ugye, amiről most az előbb beszéltünk, ez már csak a Cizella tudott, hogy, hogy merre ki, hogy, tehát mit tudom a Demjénnek hol, tehát mondjuk én azon gondolkozom, hogy a Demjénnek és az Ildikónak hová kéne szervezni az ülésrendet. De mondjuk előtte a teket kiküldjük, értük. Most néztem egyébként, hogy abban a pillanatban, ahogy ö, bemondtad ezt, gyorsan fölmentem megnézni, hogy, hogy mi módosult a doksiban, és megláttam, jobb főső saruba Krisztián is fölment megnézni. Vég, végre eljutottam ide, én bevallom, hogy az elmúlt végre napokban. Totál. Totálisan nem, nem sikerült. Én azon gondolkoztam egyébként a, a, a külföldiek visszajelzését, hogy persze-persze, hát már megvan a finanszírozás, meg minden hogy ez engem egy kicsit meglepett, de nyilván én a hazai lehetőségekhez képes nézem a dolgot, hogy azért Franciaországban, Németországban, stb. stb. nem csinálták ki a kereskedőket, és ez egy óriási különbség. Tehát, hogyha visszagondolunk mondjuk a decemberi videófalas, színpados stb. stb. demonstrációra a parlament mellett, azért az akkor még létező és prosperáló forgalmazók nagyon bőkezően hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához és ez az itteni sajátosság rákfenéje, hogy egy potenciális támogatói réteget alapvetően kifiléztek május 20-án egy mozdulattal, és így azért lényegesen nehezebb összeizzadni, kiizzadni ezeket a dolgokat. Igen. De nem lehetetlen, ahogy Fifika is mondta. Mert Igen, nincsen lehetetlen, rosszul. csak tehetetlen. Most... Most, most, már én ezt nem látom ilyen lehetetlen küldetésnek. Most meg kell néznem, mert az új oszlopodnak megfelelően az összes rovatot is bontanom kéne akkor, hogy a költségviselés szempontjából hogy oszlik meg, és akkor, akkor még jobban szofisztikával látnánk az összeget, hogy ennyi kéne egyesületből, ennyi kéne belépőjegyekből, annyi kéne aranyrudakban és a többi, és a többi. De most nézem, hogy a roadmap jelenleg 14 pont van. Leírok még tételeket, hadd őszüljetek meg. Jajajaj. A hova? A költségvetésbe vagy a roadmap-be? Költségvetésbe. jaj, jaj, jaj. jaj. Meghívok. Jó, csak azért, azért érdekes egyébként szerintem a költségvetést ilyen sávosan összerakni, mert ha valahonnan pénzt tarhálunk, akkor meg lehet mondani, hogy jó, oké, okay, ennyi kell erre, és akkor, tudod, a, szp a szponzoráció a végén az megjeleníthető, hogy repülő útját ez finanszírozta, a szállodát az finanszírozta, a moziterem bérletet ez finanszírozta, és akkor ez egy tök átlátható dolog. És ha, ha ezen túljutunk, én mindenféleképpen ajánlom azt, hogy, hogy rakjuk össze ennek a finanszírozási oldalát, csináljunk egy, egy szép összefoglalót róla, és hát drága jó luditáinknak azért küldjük el, hogy nézzék már meg, hogy milyen dohánycégek, milyen multinacionális cégek támogatják ezt az egész Magyarországi e-cigaretta Történtet, ugye, mert már azzal is meg vagyunk gyanúsítva, hogy a, a hol a dohányipar áll mögöttünk, hol, hol a szabad kőművesek. Tök egyértelmű, itt... hogy mögöttem például a dohányipar áll, hát miért ne állna érdekükben, hogy engem toljanak végül is, csak öt éve nem fogyasztom a termékeket, úgyhogy... kézen fekvő, nem? Akkor szabad kőművesek. Mi, mi egyébként ehhez itt keresünk támogatókat, de akkor megint megemlítjük a mi támogatóinkat. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a sónóczt, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Egyébként, Krisztián, ott láttam beszúrtál egy ilyen sort, hogy After party. Az. Szerintem fedésben van a kéteringgel. Igen, úgy, én, lehet. Hát én úgy gondolom, amit ugye mondtam is, ezt a sávos kialakítást, hogy hogy mit tudom is én, aki annyi fölött vesz, tehát nem az, hogy húsz jegyet vesz, hanem olyan sávú jegyeket vesz, az, az annak az árában mondjuk benne lenne a kétering is. És akkor van, aki a mozi után autóba ül, hazamegy, megemészti a filmet, és van, aki, van, aki még ö, kokettál, mondjuk, Éronnal. Ja, Te... én olyan cateringre gondoltam az alapján, hogy mit tudom én, a, a, a vetítés előtt fél órával sajtótájékoztató, és akkor a sajtóképviselőinek ilyen snackes asztal, meg a ludditáknak. Hát ö, úgy kell, úgy kell azzal számolni, ugye hogy a mozi is azt mondta, hogy két órára számoltak. 18 óra után két órára. Tehát ebbe belekéne bele kéne férni a 90 perces filmnek, a beültetésnek, mit tudom is én minek. Ö, azt majd meg fogom még tőlük kérdezni, hogy a kétering az hol tud zajlani, és, és milyen formában, vagy hogy. Ö, és mennyiért. És mennyiért. A meghívók... Akkor nem én tartok sajtótájékoztatót, mert azzal elmegy a két óra. Ja, majd lehúzuk A meghívókra mit gondolt a fizikai meghívókra, hogy megtervezni, meg ilyenek? Hát, hogy a, a meghívott vendégeknek, média, stb. stb. valami, mit tudom én, egy ilyen szép dombornyomot, RSVP kártyát kiküldeni. Krisztián, akkor ilyen... én abban a rovatba írom is, hogy ECIG is grafikus megcsinálja a. Ki is kell nyomtatni? Hát igen, de mivel nyomdával áll kapcsolatban, ezért ö, majd hmm. biztos valami jobb árat fog tudni mondani. Hova tűnt a fotós? hiszem, valaki kitörölte. Nem én voltam. Fotós, azt is intézek. Az is van. Jó. Ö, mert akkor tudod, mint, a, mint az Éron filmjében mögötte az a Billion Lives-os Molino előtte. Ja. Jaj, kell valahonnan neked egy taxidót szerezni. Jó, jaj, jaj, új projekt. Nem elég a téli zakó. Nem is téli az a zakó. Hát legfeljebb bérlek egyet, érted? Frak. Meg hozzá egy cilindert. Az igen. <laughs> Jaj, de szépen néznénk ki. És monoklit. <laughs> Lornyos! És sétapálca. <laughs> Fogj egy sétapálcát, és légy vidám, kös a nyakkendődből csokrotkomám, komám, mellényed is pepita, szíved már is veri a Dixieland szertelen ritmusát. Na, miket tudok, kapni? Oh, <laughs> <laughs> végre te is vélekelsz. És végre mi nem? K végre mi, ne mi Mi a közönség szerepét töltjük. Illetve a rajongók szerepét töltjük be. Igen. Hogy volt, hogy volt? Vissza, vissza. vissza. Na, úgyhogy, ja, hát ez tök hogy megtaláltátok ti is a táblázatot, és most csak uh, dobáljátok be a sok tízezres sorokat. A kúra élet. De, de le lehet, hogy titokban kellett volna tartani. Ja, 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 és nézd csak ennyi. Aztán a Éron jön, figyelj, hol a molinó mögülünk? Ó, oh, nem intéztük, mindegy, most már. <laughs> Jaj. De, mert néztem egyébként ez a road Roadmovies videójában, Az, hát ott egy, nem azt mondom, hogy kiszerettem belőle, de hogy hogy bőrszandál épp, hogy csak nem zoknival. Júj, mondom, hát gyerekek, mi van itt? Jézus, hát ennyi. Az. Nekem bőr és parafa papucson van, tehát én teljesen... Még egyszer? Nekem itthon bőr és parafa papucson van, úgyhogy én teljesen egy hullám érzem magam. Na várjál, hát a, a munkahelyen, munkahelyen nekem is mi ez, ez, a sol papucson van, ez a tudod, az a olyan. Hát akkor szegről végről rokon lelkek vagytok, te. Igen, csak kikázzon, én azt utcára szemerek. emberek közé nem veszem föl. <laughs> Na mindegy. Majd a szálláson, ahol nem látja senki, ott hordhatja. Csak olyan kontrasztban volt, tudod, a, a, a frakkos. Tegnap uh, még frakk, igen. 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 Ma meg rövidgatja, meg hát. póló, meg kinna bele. ha hogy van ez? Cicás póló. Krisztián, azt előtte elégetem. Vagy én nem tudom. Nem oda, Buda. Nem oda. Várjál, nem láttam a füstő gőztől, hogy mennyi az idő. Lassan indulnom kell munkába úgyhogy... Kis színesekre ráugrunk. Várjál, vissza kell mennem a sónat ezbe. Igen, nekem is eltévedtem. Aktuál is. Jó. Azt mondjuk el azért, hogy bárkinek bármi ötlete van ezzel kapcsolatban, várjuk bejegyzésként, vagy a Facebook oldalon, márhogy kommentként. Vagy, vagy egy üzenetben. Vagy a. azt nem látja mindenki, vagy írja meg a. a poszt alá az ecigitesztek.hu-n, aztán akkor haladjunk, menjünk előrébb, előrébb. Na, kis színes, két perc. Kis színes, két perc champix mindent lehet, a Champix-ról már sokszor beszéltünk, ugye ez a, a lesz, gyógyszeres leszoktató ö, tabletta, amihez többek között elképesztő mennyiségű öngyilkossági ö, ö, eseményt ö, csatoltak, és most olvastam a hírt, képzeljétek el, hogy a bíróságon a feleségére rálövő férfi azzal védekezett, hogy a Champix gyógyszer hatása alatt állt, és fölmentette a bíróság. Erre is jó a Champix, ez lenne az összes kis színes révélmény. erre is jó. Fifika? Uh, én a, azt gondolom erről az egész uh, Champix témáról, hogy uh, ugye egyrészt uh, mindenki figyeljen oda nagyon, aki ilyesmi uh, ráadja a fejét, hogy gyógyszeres leszoktatás, mert a szinte 90%-ban uh, ennek a, a sampix-ként most megnevezett uh, gyógyszernek a hatóanyagát fogja tartalmazni, még ha nem ez a neve, akkor is. És a uh, uh, gyógyszer, uh, gyógyszer helyett vannak sokkal jobb alternatívák, bosszza meg. Ah, Á, hát de olyan nincs. Cigaretta. Olyan nincs, az valami varázslat. chemtrail. <laughs> chemtrail. Eljjjj. Én, én, bocsánat, én még egy fél percet elmondanék, de már látom, amikor majd azzal érvelnek a médiába a, a dohányzás fókuszpont képviselői, hogy a hagyományos leszoktató módszerek, például a gyógyszeres terápiák nem csak bizonyítottan hatásosak, de a gyilkossági kísérletet is meg lehet velük úszni. <síns> <síns> Jó. Fifika rövidje? Én a, az indexen a... Futottam bele ebbe a hírbe, ugye nekünk semmi újat nem tartalmaz, főleg nekem nem, mert ugye beélem a, a napjaimat, de hogy így az indexnek föltűnt, hogy milyen ormotlanság ez a, az eljárási, illetve a bejelentési. Uh, igazgatási díj. szolgáltatási díj. Így van, így van. Illetve is az indexnek egész pontosan a világgazdaság uh, írt uh, erről. Ugye 475 ezer forint a bejelentési díj, és 306 ezer forint a változás bejelentési díj, uh, és mindez azért, hogy fékezze az e a uh, kereskedelmét. Uh, és ami a, a legnagyobb uh, uh, pofátlanság ebben a, az egész uh, történetben, de ennek még majd nekem is a végére kell járnom, hogy uh, állítólag van egy hurok az uniós uh, szabályozásban, ha bármelyik uniós tagországban megejtetted az adott eszköz bejelentését, már nem kell az adott tagállamban megtenned. De, de ennek mondom, még egyszer utána kell, uh, Uh, rettentően járnunk, uh, mert hogy, hogy nem tudom tudjátok-e, ez a bejelentés ez egy közös kalapban megy. Tehát ugyanazt a, a, az adatbázist fogja minden országból a bejelentő megtölteni. Egyedi azonosító valami, csak az, az Unióban, csak őt jelöli, stb. stb amúgy logikus lenne a dolog, de hát ugye ebben a történetben logikát keresni igen-igen nehéz, és itt a cikk végén megemlítik, hogy az eBay vagy az Alibaba járhatnak majd jól ezzel a, a bejelentési díjjal, mert ugye nekik Kínában ezt nem kell megfizetni, és azért az ed eddig is olcsóbban árultak, mint mint az európai forgalmazók, akiket ugye terhel a mindenféle adó és egyéb dolog, és hogy ezután majd még nagyobb lesz a, a piac ezeknek a termékeknek, és természetesen az utánuk járó adót és egyéb befizetések is elfognak maradni. Úgyhogy? Köszönöm, hogy a kis színest már megint értelmetlenítetted, Fifika, és hogy nem figyeled a chat-ablakot, ebben a pillanatban kéne kilépni az ajtón. De még gyorsan megkérdezném, hogy a a, a CBS-es azt adásban mondtam, vagy adás előtt? Adás előtt. Adás előtt. Szerint. Akkor ezt gyorsan beszúrom, mert ez egy érdekes. Ö, nem reflektálhatók, fifika kis színesére. Moment. Túl lehet, igen, hogy, hogy a, a, a Big Bang sorozatban föl fog tűnni vendégszereplőként Dean Norris, aki, ha semmit nem mond a neve, csak annyit mondanék, hogy a DEA ügynök volt a Breaking Bad-ben, vagy ő volt a nem tudom is én kicsoda a Under the Dome-ba, az a kopasz faszia fiával, nem tudom, hogy hívták ott a sorozatban. Ön, és önkormányzati képviselő. Igen, ő volt a polgármester, a mayor, de, de hogy most most te nem tudom elképzelni ebben a sorozatban. Nem tudom elképzelni. Biztos nagyon vicces lesz, és valami durva csavart fognak belevinni a bemutatásába. Jó hír. Hozza magába Walter White-ot. Na, <laughs> úgyhogy úgy, ennyi lett volna részemről a, a sorozat. Kultúrába akkor bedobjuk a tranzisztort, amit Krisztián, te euh, linkeltél, javasoltál. Videóhoz meg, videóhoz meg majd szültök valamit, ha úgy jó nektek. Van most rá másfél-két órátok, míg, míg beérek, és jövő héten folytatjuk. Ugyanúgy, ami eddig a fogorvos téma volt, az most a Billion Lives lesz heteken keresztül szerintem. Ó, beírok címjavaslatot, mert jött ötletem is majd. Ó, ó, remek, remek. Ó, bezsír, ó, bezsír. Fiúk, én leteszem a lantot, mert még át kell másolnom a gépre a, a, az audiót, és borzasztóan késésben vagyok, úgyhogy mindenkinek köszönöm, hogy kokettáltunk 1.36-ot nyersben. Vágás után picit kevesebb lesz. Jövő héten ugyanitt ugyan veletek. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!